Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit augusztus 18-án, kedden 19 óra 45 perckor. Mai adásunkban elsőként két beszámolót láthatnak az ember tragédiája kettő próbáiról, majd ellátogatunk Sárkeresztúrra, ahol Bella István emlékestet rendeztek. Végezetül pedig Budapestre utazunk egy könyv és lemez bemutatóra. Tartsanak velünk! Megkezdődtek az ember tragédiája kettő próbái, a Dél-Francia Szín rendezője Horváth Csaba. Kell a népnek is a progresszív. Kell a népnek is a progresszív haladó művészet. Megkezdődtek az ember tragédiája kettő próbája a Vörösmarty Színházban. A Dél-Francia Szín Márton László a kortárs magyar drámairodalom egyik kimagasló képességű írójának munkája. Ő Pablo Picasso, a kor legnagyobb festőművészének különös életét állítja párba a 20. század Ádámjaként Horváth Csaba rendezésében. Azért nagyon érdekes számomra ez a tétel, és azért áll hozzám nagyon közel, mert tulajdonképpen Márton László nagyon éles látóan kiragadott egy művészt, egy komoly művészt a 20. századból, aki ráadásul egy olyan időszakban alkotott, és egy olyan időszakban volt a csúcson, és volt szinte mondhatni szupersztár, amikor a kortárs művészet virágzott szerte Európában és Amerikában egyaránt. És különböző politikai izmusok keringtek keresztbe kasul a világba. Ugye itt legfőképpen arra gondolok, illetve az író is arra gondol, hogy Picasso nyíltan kommunista nézeteket vallott. De hát ez a fajta kommunizmus, amire ő gondolt, az valami egészen más, mint amit mi gondolunk ma már a kommunizmusról. Tehát egyrészt nagyon érzelemdús és nagyon szellemdús korszaka volt ez a 20. századnak, aminek ő tulajdonképpen a csúcsán volt a képzőművészetben, és éppen ezért fontos nekem ez a darab, vagy ezért érdekes, vagy ezért tetszik, mert egy művész szemszögéből ábrázolja ezt a századot, és egy művész látásmódját próbálja meg visszaadni erről a korról, erről a rendkívül buja és sokirányú korról, és másrésztről pedig igyekszem így megfogalmazni ezt, vagy így ábrázolni Márton Lászlónak a darabját, hogy abszolút a Picasso művészet áll a centrumban, illetve Picasso egója van ennek az egész darabnak, illetve ami a színpadon történik a fókuszában, és az egóján keresztül a művészete minden egyéb, minden más, legyen az politika, legyen az ízlés, legyen az szerelem, legyen az barátság, legyen korrupció, legyen az csalás, ez minden más egyébként mellékes. Tehát a művészete az a lényeg, és az legalizálja őt magát, a gondolatait és a tetteit egyaránt. Gáspár Sándor, Pablo Picasso az öntörvényű festőzsenű szerepébe bújva Ádámként küzd meg a 20. század félelmetes társadalmi emberi kihívásaival. A korszellem gigantikus, az újrateremtést láttató, áradó szenvedélyű pillanataival. Azt mindenképpen érzékelem már ugye a próbák elején is, hogy az az írói ötlet, hogy a 20. század tulajdonképpen leghíresebb és legsikeresebb férfiát idézzük meg Ádámként, pontosabban a sorsát, a művészethez, a nőkhöz, a családhoz való viszonyát, ami elég ellentmondásos, bőven hitelesíti az ádámi utat, azt a rengeteg kérdőjelet és a mi végre a teremtést, ahogy ennek a történetnek a végén Picasso-t látjuk. Éva szerepében, aki a darabban Françoise Gillot, Picasso élettársa, Kerkai Ritát köszönhetjük, a géniusz árnyékában megbúvó mélységek valósághű elszenvedőjeként. Nagyon izgalmas, hogy Évát Françoise Gillot figurája szerepébe írták meg, vagy hát, hogy ő jeleníti meg, aki szintén festő, és hogy egy érdekes kérdés vetődik fel a darabban, hogy egy nő hogyan törik össze, vagy törik meg egy ilyen kaliberű művész
mellett. Tehát, hogy a női szerepkör és a művészet, mert ugye ő is szintén festő, hogy mennyire nem tud érvényesülni egy ilyen figura mellett, mint Picasso. Krisztik Csaba alakításában Lucifer ebben a darabban is Lucifer marad, jelen esetben ötvözve Santiago Carillo alakjával, aki az illegális spanyol kommunista párt külügyi összekötője. Az én Luciferem az egy kegyetlen politikusi oldalról, illetve a kommunista pártnak a jobb kezét testesíti meg, aki minden egyes pillanatban felhívja a Picasso figyelmét, egy születésnapi zsúr kellős közepén is felhívja a figyelmét arra, hogy bizony a lojalitását azt minden egyes pillanatban meg kell mutatnia, és be kell bizonyítania, és ezt a lehető legkegyetlenebb érzelmi módszerekkel képes a Picasso-nál ezt alkalmazni. A szerző Márton László az olvasópróbán megfogalmazta írói szándékát, amely tetten érhető a darab minden egyes pillanatában. Nem szavar, mondja, hogy ennyire különbözőek vagyunk ennek a gigantikus, a világ, a teremtés egészét láttató műk tekintetében. Ez nem velünk kezdődött el. Mi folytattunk valamit. Az ember tragédiája 2 új megközelítésben mutatja be a jelen fajsúlyos problémáit. A csendes óceáni színben, Bagó Bertalan rendezésében a 21. század akut kérdése, a környezetszennyezés kerül terítékre. A Tasnádi István által színpadra álmodott csendes óceáni színnel folytatódtak az ember tragédiája 2 próbái a Vörösmarty Színházban. A szerző különleges stiláris megközelítése boncolgatja a környezetvédelem 21. századi problémáit Bagó Bertalan rendezésében. Amikor már a Tasnádi István elkezdtünk beszélgetni a darabra, akkor mi úgy gondoltuk, hogy ez nagyjából a jövőben játszódik, a jelen és a jövő határán játszódik. És aztán kiderült, hogy gyakorlatilag olyan gyorsan halad az idő meg az élet, hogy szinte már a mai jelenben vagyunk. Hát szomorú ezt csinálni. Az az érdekes benne, hogy a Istvánnak is, meg nekem is nagyon fontos a humor. Tehát legyen egy ilyen furcsa öniróniája az egész előadásnak, humor a rátekintés, parafrázisa az ember tragédiájának. És ahogy a humorba elrejtve a gondolatot, főleg úgy, ez a darab vége már, az utolsó szín, ez a rész, ami a csendes óceánon játszódik egy hajón, egy luxus jakton, Ádám jaktján, amiben nagyon sok ironikus jelenet van, de közben pedig a mérásunk, akkor belegondolunk, hogy ez nagyon szomorú. A jachttulajdonos Ádám ebben a darabban elnök vezérigazgató, s egyben a világ 8. leggazdagabb embere, akit Kádas József személyesít meg. A probléma kör legelején tartunk még egyelőre, de nagyon izgalmas az írás, és jellemzően a tasnádi írásokra nagyon, nagyon jól mondható és nagyon szituatív az írás. Nagyon jól lehet vele bánni. Ezt már éreztük az első színpadi próbán. Persze még egyelőre egy helyben állunk és mocorgunk, meg zavarba vagyunk, de szerintem jó munka lesz. Milyen lesz a te Ádámod? Hát alapvetően a helyzet nem nagyon változik a korábbi Ádámhoz képest, tehát személyiségben. Viszont hát egy új helyzetbe csöppen ő is, meg majd a néző is. Egy új helyzettel kell bánni, azzal, hogy őt is át lehet verni, és be lehet őt csapni, amire nem nagyon számít, és talán ez okozza neki a legnagyobb csalódást ebben a színben. Éva szerepében Ballér Biancát köszönhetjük, aki harcias környezetvédőként próbálja meg befolyásolni Ádámot, és megóvni a természetes vizeket a szennyezéstől. Reméljük, hogy bárki, aki beül, az akár el is gondolkodik ezeken a felvetéseken, vagy azokon, hogy mondjuk mikre figyeljünk, vagy hogy hogyan tudnánk arra figyelni, hogy csökkentsük ezeket a környezetszennyező dolgokat, akár csak azzal is, hogy ne vegyünk minden nap 5 műanyagpalackos üveget, vagy mondjuk gyűjtsük szelektíven a hulladékot, szóval, hogy azokra az apró dolgokra figyeljünk, amik valóban nem nagy dolgok, de mégis fontosak, hiszen ha csak mindenki ilyen apró dolgokat megtesz, akkor azzal már nagyon sokban hozzá tudunk járulni valamihez. Lucifer ebben a darabban is egy végtelenül simulékony, ugyanakkor minden hájjal megkent spekuláns, aki kihasználva az emberi gyarlóságot a saját érdekei mentén alakítja a világ sorsát.
tulajdonképpen ugyanazt csinálja a Tasnádi István, ugyanazt folytatja, vagy legalábbis hát megpróbálja, ezzel az igénnyel készült ez az írás, amit Madás csinál. Tehát alapvetően ott ugye az a kérdés, vagy legalábbis én így fogalmaztam meg, így Luciferként, hogy ugye mondja a Lucifer, hogy mi az, ami különbé tesz benneteket, tehát embereket a többi élőlénytől, és az a bennetek lévő szikra, és hogy mi ez a szikra? Ez a szikra a gondolat, mondja Lucifer. És igazából a Madácsnál is ennek a felismerése, vagy tulajdonképpen ezzel szembesíti az Úr Lucifert, hogy a szikra az nem a gondolat, hanem a szerelem, ami bennünk van, vagy a szeretet, tehát az érzelem, ami hat Ádámra és Évára időről időre. És ez ugyanúgy jelen van. Tehát ez a fajta játék, ami Ádám és Éva és Lucifer között van, ez a hármas között, hogy Lucifer szeme láttára lesz szerelmes megint Ádám Évába. És gyakorlatilag ugye ez a harc, ami a Lucifer és az Úristen között van, ez lép előre, vagyis ebben a korszellemben mutatja meg magát. A csendes óceáni szín minden esetre követi a Madácsi gondolatsort Tasnádi István egyedi, 21. századi szuverén világával, Bagó Bertalan rendezői attitűdjének végtelenül emberi forma nyelvével dúsítva. Bella István emlékestet rendeztek szülőfalujában, Sárkeresztúron. A Kossuth Díjas költő 80 esztendeje született. Bella István. Szaggatott világ. Anyám hajnalban kelt. Tüzet rakott. Megfőzte anya borúságot. A tegnap estől kért kölcsön kenyeret. A vézna tűznél vézna volt árvosság. Ázott csufkák, vizes tengeri szárak tüzén melegedett gyerekkorom. A kódorgó füst kékelő tulipán lett, s megrázkódó virág kövögető anyám. Engem ilyenkor vertek föl, menni kellett. És egy rossz nadrágért, földiglógó kabátért énekeltem a megfeszített Jézust. 9 éves, álma evangelista. Innen hoztam az éneket magammal. És most, mikor már Istennel semmi dolgom, ők énekelnek. Szorítják össze mellem. Hatholdas Jézus. Napszámos apostol. Ezért ne csodálkozzatok nagyon rajtam. Emlékeimben egy gyerek kuporog. Üres tenyerét foltos nadrágjára szorítja. S a csöndben jó szóért. Kenyérért énekel. Csengei Márton versmondása az esten olyan volt, mint egy imádság, az emlékezés, ha valódi, olyan, mint az imádság. Megszólítjuk azt, akire emlékezünk, kapcsolatot keresünk vele, olyan mélységekbe ereszkedünk, ahol a találkozás lehetősége megvalósul, mert aki elment, mégsem ment el. Aki elmegy, lényének sűrítményét, szellemének esszenciáját itt hagyja nekünk. Bella István a Kossuth Díjas a Székesfehérvárhoz 1000 szállal kötődő költő születésének 80 éves jubileumára emlékeztek szülőfalujában Sárkeresztúl. Nagyon sokat kaptunk tőle, tehát sokat adott nekünk, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy mindig büszkén említette Sárkeresztúrt. Ez nagyon-nagyon fontos a mi életünkben, mert a hírünket öregbítendő, az ő tevékenységét mi nem tudjuk eléggé méltatni, ezért nagyon jó emlékezni. Összetartunk, bár most családias hangulatban, de örömmel ünnepeljük az ő születésnapját. Bella István a 20. század második felének egyik legjelentősebb magyar költője, középiskolás éveit a József Attila gimnáziumban töltötte. 1989-től a Székesfehérvári Városi Televízió főszerkesztője volt, majd tagja az Árgus folyóirat szerkesztőségének is. Még csak 80 éves lenne,
és 14 éve már nincs közöttünk, és most az jutott eszembe, miközben jöttünk ide Sárkeresztúra, hogy 4 évvel ezelőtt avatták azt az emlékdombor, mert a szülőház falán, ami arra emlékeztet, hogy ez a falu méltóképpen emlékezik nagy költő fiára. Hát azt gondolom, hogy sok olyat nem tudunk mondani már erről a költészetről, hiszen sokszor elmondtuk, hogy a 20. század másik felének egyik magyar csúcs teljesítményén, azt hiszem. A József Attila utáni nemzedék egyik nagy alakja abba a szellemi körbe tartozik, amelynek az útjelzői Vijés Gyula, Csóri Sándor, Német László és Nagy László, hogy most regényírót is mondjak, hiszen ez egyfajta szellemiség, azt hiszem. És hát az alapélménye a II. Világháború volt, és különböző Sárkeresztúról szóló verse is ezt tanúsítják, legfőképpen egyébként a Halotti beszéd, amely édesapjának korai elveszítéséről szól, de túl is mutat, én azt hiszem, mint hogy a jó költemények általában túlmutatnak mindig az egyedén, és ez vonatkozik Bela István egész költészetére. Cserta Gábor megzenésített versében ráismerhetünk arra a Bella Istvánra, aki meg annyi igazsággal hintette meg a még oly rögös utakat is. 2016-ban, amikor évforduló volt, születései fordulója, akkor kicsit kétségbe estem az ünnepség előtt, mert csak 2 vagy 3 Bella versem volt, és kicsit több kellett volna. És akkor, mintha hallottam volna, hogy figyelj, öcsi, nézzétek körül csak a Petőfi Irodalmi Múzeum digitális dolgai között, vannak ott nekem verseim. És egy este találtam 5 vagy 6 verset. Ezt ugye egy végtébe elkapta, nagyon jó volt. Szinte olyan volt, mintha mondta volna, hogy figyelj ide, nézzél csak körül. A költő Sárkeresztúri Ének című versében így ír, szanaszét szélet ujjaimmal elveszett koponyám, most elveszejtett arcom elé emelem, hadd nézzék egymást, egyiket a másik. Versek és dalok. Budapesten mutatták be Deák Mór új verses kötetét, amelyet Dinnyi és József megzenésítésében ismerhettek meg a költészet barátai. Kaiser László a költő, a mecénás, a kiadó, a kultúra, a leírt szó, a versbe foglalt gondolatok gondoskodó apostola, újra mert nagyot álmodni. És ahogy azt megszokhattuk, bársonyba burkolva papíralapon tárta elénk, ami most nem volt más, mint egy falsúlyos Deák Mór kötet és egy Dinnyi és József megzenésített vers fűzér. Hát nem érdekel, barátaim, hogy közületek ki a hős, ki a gyáva és ki a gyenge, és hogy ki miért felelős. Minden szempontból lubickolunk, egyrészt azért, mert újra lehet lubickolni, mert lassan, ha nem is múlt el a járvány, de már kicsikét, hogy mondjam, könnyedében úszkálunk a költészet medencéjében. Jó néhány héttel ezelőtt fölhívott engem Dinnyi és Jóska, nem kell bemutatni, a daltulajdonos, és Deák Mór. És kiderült, hogy összeszövetkeztek, mert Dinnyi és Jós Deák Mór verseket zenésített meg. Érdekes, hogy Deák Mór már igen régóta ott van az irodalmi életben. A Dinnyi és József daltulajdonos még régebben, de valahogy nem találkoztak össze ilyen közös munka, vagy közös munkába oltott barátság okán és jogán, és ment a megzenésítés, és ezzel párhuzamosan fölmerült bennünk, hogy mi lenne, hogyha Deák Mór új verseit egy új kötetben megjelentetnénk. Egyrészt eleve, ugye, mert a Deák Mór barátom, költőtársam, már jelentettük meg könyvét, másrészt egy új könyvvel itt most előjönni, itt a könyvét, ha lesz egyáltalán, valószínűleg lesz szeptemberben pótkönyvét előszobájában, különösképpen öröm. És legfőképpen azért öröm, mert Deák Mór egy nagyon markáns és nagyon jó költő, hogy azt nem mondjam, filozófikus költő, és az sem véletlen, hogy a Bella István nagyon jóban volt Bella Istvánnal, és járták az országot, zsinórba jöttek ki a könyvei, aztán picikét egy olyan szélárnyékos idő következett rá, mint nem csak rá, hanem sok költőre,
és erre is örülök, hogy a kötet formájában is bizonyos értelemben visszahoztuk, vagy újra megjelentettük, hiszen már jelentettünk meg Deák Mór verseskönyvet és meséskönyvet, meg a Dinnyes József verse is nyilván segítik, hogy minél több emberhez, olvasóhoz, zeneszeretőhöz eljussanak Deák Mór igen-igen férfias, és ha szabad így mondanom, Beszédet című kötete, amelynek a címe az, hogy Hittelenítés, és talán a borító sem kutya, miként a Visszatérés, ez is Beszédes cím talán, CD, amelynek nem sokára bemutatója lesz egy ilyen szűk körbe, betartva járványos szabályokat, meg az eleve emberi félelmet. Egyszerűen örülök, hogy újabb kötet, megindultunk, zene, Dinnyes József is barátom, Deák Mór is barátom, a költészetről nem is beszélve. Ennyi vagyok az emberiségből, bárhogy tagadom, szégyellem, ide vagyok, beütemezve, de akkor szüntelen üzem, és az üzem azt üzeni, kuruzsolj, mint a gépek, és olvasd el a feliratot, hogy Isten szeret téged. Bella István, aki jó barátságot ápolt Deák Mórral, így írt költőtársa verseiről. Amiket Deák Mór ír, úgy gondolom, egy nagy közös nem evilági kenyérből valók, egy olyan kenyérből, amit szépségből gyúrtak. Az esten megtapasztaltuk, hogy ebben nincs túlzás. Gyakorlatilag minden könyvem egy visszatérés, mert jó néhányszor úgy éreztem, hogy egyszerűbb lenne, ha már abba hagynám én ezt a versekkel való foglalkozást, vagy írással való foglalkozást, hiszen sem anyagi, sem társadalmi megbecsülésben érdemi része nincs a költőnek. De hát mindig történnek ilyenfajta csodák, hogy ez a Dinnyes József, akivel ugye 40 éve ismerjük egymást, most találta ki, hogy hát van itt egy ilyen nevű költő, hogy Deák Mór. És én szerintem azért zenésítette meg a verseimet, mert el akarta orozni ezeket a verseket, és mit mondjak, sikerült neki, mert jobbak lettek általa, a megzenésítések által, úgyhogy most már annyira az övéi is, minden vers, mint az enyém. Itt még egy védett erdő, hát itt még egy nemzeti park, én állok a kapujában, ne mert ne próbáld, ne akar. Ezen az esten kiderült az is, hogy egy 4 évtizedes barátságban eleve elrendelés, hogy a Hittelenítés és a Visszatérítés találkozzék. Ennek lehettünk tanulni a rendhagyó költői dalesten is, ahol Dinnyes József a daltulajdonos varázsolt a Deák Mór versekre. Megdöbbentem, amikor a karantén idő elkezdődött, és akkor elhatároztam, hogy ha már itthon kell maradni, valami hasznosat tegyek. Az első ötlet az volt, hogy a Facebookon 40 napon keresztül, miután a karantén 40 napig csak eltart, 40 napon keresztül ezt a bibliai sorozatot, napok számában értem én, minden nap egy félórás adást szerkesztettem magamnak, és 500 év magyar történelmét elkezdtem elénekelni. 1200-1300 látogatón volt. Reggel fölébredtem, mondom, hát miért készüljek én az estére, déltől elég az arra fölkészülni. Ezért elővettem a közép generációt, a közép nemzedék költészetét, Tóth Krisztát, Kemény Istvánt, Vörös Istvánt és a többieket, akik Deák Mórral egyidősek, és közte volt Deák Mór. És mindegyik költőnél találtam valamilyen rokonságot, Petőfis, vagy József Attilás, vagy Nagy László ízű. Szóval mindegyiknél volt apa kép, hogy így mondjam, ezt persze idézőjelben mondom. A család hang megszólal, Petőfi is, Arany János után ugye jöttek, vagy közben jöttek a Petőfi hangú költők, és mai napig van József Attila ízű költészet a magyar irodalomban. És Deák Mór senkit nem utánozott. Semmi egyéni vers hangulatot kölcsönzött az érzéseinek, és ez engem megfogott. És mikor ez elkezdett bennem zenévé dallamosodni, akkor rögtön a kis házi stúdió mikrofonjához fordultam, és fölénekeltem. És ugye levadáztam a címét, és hát elküldtem neki elektronikusan, hogy hallgasd meg. És ő döbbent meg a legjobban.
mikor a tizediket küldtem, már minden nap egyet vagy kettőt megzenistettem, így délelőttönként, a reggeli kávé után ez volt az első, és szóval nem a kocsmába mentem le, hanem mort fogyasztottam, egy kis Móri ezer jó volt, és egyszer csak közli velem, hogy Jóska, mennyit küldesz, mert már dallamtapadásom van. Kiderült, hogy a saját versei jutnak eszébe az én dallamaimmal. Akkor kezdtem elégedett lenni. Tehát megtaláltuk egymást. Ugyanis, ha a költeményből nem hallom ki a saját gondolataimat, képtelen lennék rá dallamot kitalálni. És azok a ritmusok, amelyeket a magyar nyelv titkos rekeszéből elővarázsol egy költő, az, ha nem hoz belőlem ritmusokat, dallam ritmusokat, akkor nem lesz belőle ének. Miután 50 éve vagyok hivatalosan zeneszerző, elégedett vagyok ezzel a sorozattal, és 40 nap alatt kész lett a hangfölvétel, kész lett, és tudtunk találkozni, és tudtunk válogatni, és megvan az új lemez. Az Esten az irodalom történészek képviseletében Bakony István rövid elemzésében mutat rá a Deák Mór verseiben rejlő örökérvényű igazságokra. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!